Budais diákok képes élménybeszámolója Prágából. A Nagykállói Középiskola tanulói tavaly novemberben 3 hetet töltöttek az Aranyvárosban. Az intézmény az Európai Unió Oktatás Támogató Ifjúsági Programja az Erasmus Plus keretében szervezte a fiatalok külföldi továbbképzését. Jelen vagyok mindig, amikor elindulnak a gyerekek is, amikor jönnek haza is, és egy egészen más gyerekcsapatot, diákcsapatot kapunk vissza a 3 hét elteltével. Valóban nagyon jó a személyiségfejlődésük szempontjából, hogy ilyen feladat elé állítjuk őket, és valóban minden percét élvezik, maguk sem tudják, hogy itt minden percen tanulnak is. Prágába a pedagógia, a turisztika és az informatika ágazat tanulói közül választották ki azt a 15 diákot, akik megfelelő szakmai és angol nyelvi ismerettel is rendelkeztek. A fiatalok élményeikről is beszámoltak a program zárón. Az önbizalmam nem volt túl nagy, és az Erasmus után megbizonyosodtam arról, hogy külföldön is helytállnék, ugyanúgy, mint ahogyan itthon. Illetve, hogy szakmailag is van elegendő tudásom egy ilyen úthoz. Jó volt tényleg kint tapasztalatot szerezni, mind a mellett, hogy még rengeteg más tapasztalat is van. Ugye az iskolán belül szakmai gyakorlat, kijárunk volt ez az 50 órás gyakorlat, ez a, nem is gyakorlatnak nevezném, hanem ilyen önkéntes tevékenység az érettségéhez, ezáltal ez még egy pluszt adott az egészhez, és számomra nagyon-nagyon jó élmény volt, és hatalmas barátságokkal gazdagodtam, ismerősökkel, illetve fejlődött a nyelvtudásom. Az Erasmus Plus program folytatódik a Nagykállói Budaiban. A jelentkezők közül kiválasztott diákok hamarosan Spanyolországba mehetnek 3 hetes szakmai útra. Igazából itt a Covid miatt is volt egy kimaradásunk, tehát ezért pályáztunk be egy nagyobb létszámmal most mobilitásra, szakmai gyakorlatra, és gyakorlatilag az ugye az első fele volt a Prága, a második pedig Barcelona, tehát már most elkezdődtek a szervezési munkálatok, megvásároltuk a repülőjegyeket, és jövő hónaptól elkezdjük kiválasztani a diákokat, akik ki fognak jönni velünk. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum Nagykállói tagintézménye az egész térségben élen jár a diákok külföldi tanulmányi lehetőségeinek szervezésében. A centrum intézményét tekintve a Nagykállói Budai intézményünk az úttörő, kikövezték ezt az utat. Jelen pillanatban most arra törekszünk, hogy a centrum összes iskoláját egy Erasmus Plus program keretében pályázati lehetőségeket kihasználva bevigyük ebbe a rendszerbe. Tehát most azon dolgozunk, hogy Máté Szalka, Nagykálló másik intézményét, vagy Nyírbátori Betlen intézményünk is részes legyen ennek a csodálatos és sok-sok lehetőség biztosító programnak. A Prágában járt tanulók Európass mobilitási igazolványt is átvehettek. Az angol nyelvű tanúsítvánnyal tudják majd igazolni, hogy 3 hétig külföldön dolgoztak. A nagykállói Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium diákjai közül az elmúlt években összesen 79-en vettek részt külföldi szakmai tapasztalatszerzést nyújtó programban. Idén decemberre ez a szám a 100-at is meghaladja majd.